A szabad esés az 7 különböző emeletnek, 7 különböző szobának a története, amit egy zuhanó idős hölgy köt össze, aki zuhanása közben bebelát ezekbe a lakásokba. Tehát ez a zuhanó néni adja a kerettörténetet, és a 7 lakás, a 7 egymás feletti lakás, az pedig 7 különböző stílusú, 7 különböző korosztály, 7 különböző világába vezet el minket. Szerzői film, amelyik filmnél igazából nem tudjuk megmondani a műfaját, azt szoktuk azt mondani, hogy akkor el kell kezdeni kutatni a szerzőt, magát az alkotót, hogy mire gondolhatod, mit szeretett volna. Vígjátéki elemekkel, groteszk, abszurd, álomszerű elemekkel tarkított dráma. 7 emelet, 7 különböző stílus. Tehát egy kicsit belekóstolunk a Sillerbe, egy kicsit belekóstolunk a sitcomokba, ezekbe a nagy totálokkal dolgozó tévés műfajba. Kicsit 24-ezünk, ami a rángatott kamera, mindig blikzűrrel dolgozó, tengelyugrásra játszó, inkább átsvenkekre utazó stílust is használunk. Egy kicsit ilyen így filmeztek ti szerű karikatúra is lett belőle. Erre a filmre megvolt a forrás. November elején jelentkeztek Dél-Koreából, hogy nekik van egy ilyen ösztöndíjuk. Évente 3 rendezőnek adnak 100 000 dollárt fejenként, hogy abból nagyjátékfilmet készítsenek. Ezen kívül az volt a szabály, hogy március 28-ig el kell készülnünk, azaz egy játékfilmet a nulláról a befejezésig 5 hónap alatt el kell készíteni. Novemberben megírtuk a forgatókönyvet, decemberben előkészítettük a filmet. Ez gyártási előkészítés, színészegyeztetés, színészfelkérés, casting, díszlet és jelmezterveknek a kitalálása, elkészítése. Januárban pedig már forgattunk is, 17 napunk volt forgatni, minden lakásra 2 napot szántunk, és a lépcsőházban meg a zuhanásra pedig 3 napot forgattunk, úgyhogy belefértünk a 17 napba. Március 28-án angol nyelvre lefordítva, feliratozva kell elkészítenünk a végső kópiát. Áprilisban pedig Koreában filmfesztivál, ahol ezt a filmet bemutatják. A taxidermiával kell erre a filmre fölkészülni, ez is egy ilyen vad, groteszk, álmodozós. A valóság és a mágia, ugye ez a mágikus realizmus, amit a Márquez nevéhez köthetünk az irodalomban, itt is ez a fajta történetmesélés lesz az, amelyiket mi használjuk. Akár 7 álomnak, rémálomnak vagy szorongásnak is lehet a története. Azt reméljük, hogyha összerakjuk, akkor azt is látjuk majd rajta, hogy egy ember életében lévő fontos, személyes, univerzális történetek jelennek meg és válnak valósággá. Van benne 800 kilós bika, meztelen nő, akit a környezete nem meztelen nőként tekint rá. Van az édesanyjába visszaküldött gyermek, meg egyéb ilyen fura történetek. Neobird TV. Több, mint hír.